Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és nagy örömömre szolgál, hogy egy kis időt tölthetek Magyarországon, és nagy öröm ez nekem, és látom, hogy ismerős arcok is vannak a teremben. Valójában minél több témát szerettem volna a biztonsággal kapcsolatban elmondani a mai előadásomban, azonban olyan sok van, hogy kiválogattam a leginkább érdekeseket. Facebooknál másfél éve dolgozom, de tanulmányaim szerint online biztonság a témám, és a riportokat készítettünk, és hogyha valaki a Facebookra riportokat helyez, akkor a mi csapatunk nézi ezeket. A biztonság volt tekintve mindig holisztikus módszert alkalmazunk, öt különböző fókuszponttal. Az első, hogy nagyon világos szakpolitikákat alakultunk ki arról, hogy milyen fajta tartalmakat engedünk, illetve nem engedünk meg a Facebookon megjelenni. Világos irányelvek vannak. Tehát nagyon világos irányelveket adunk ki a Facebookon, ez erről. A második fő szempont, hogy nagyon sok online eszközök állnak rendelkezésre, akár a személyiségi jogokkal kapcsolatban, vagy a fiók kezelésével, vagy a Facebook testre szabásával kapcsolatban. Ma néhány ilyen eszközről fogok beszélni, de nem akarok sokat tölteni ezzel, hiszen azt hiszem, önök is ezeket nagyon jól ismeri. Kollégám Cseh Gabriel az elmúlt öt évben már jött ide, és előadósokat tartott, és ezeket a témákat már érintette évről évre, úgyhogy azt gondolom, hogy már ti szakértők vagytok, vagy jelenleg szakértők ebben. Na most a harmadik téma a help, a segítség, és azt gondolom, hogy a csapatunk nagyon sok esetben a folyamatok során segíti a felhasználókat. Ha egy felhasználó a Facebooknál problémába akad, akkor bármely ponton a folyamatban vannak nálunk a munkatársak között, akik segíteni tudnak. Gyakran meg is lepődnek a felhasználók, hogy hó, hát itt vannak élő emberek a Facebook mögött, és mondom, igen, igen, hát persze, százasával vannak emberek a Facebook csapatában, akik a felhasználókat segítik, akár konkrétan magyar felhasználókat is. És itt nem robotokkal és algoritmusokkal dolgozunk a háttérben, hanem igenis igaz és valós emberekkel. Na most a következő témám a partnerség és visszajelzés. Nagyon fontos, hogy civil szervezetekkel, szakértőkkel, tudósággal, kutatókkal alapítunk partnerséget, akik biztonsággal kapcsolatban szakértőknek számítanak, és segítenek nekünk abban, hogy ez tekintetben javuljunk. A mai napi konferenciában nagyon érdekes volt megértenem, hogy mik a fő problémák Magyarországon, és mit lehet jobban csinálni, hiszen nálunk a Facebooknál is az a legfontosabb, hogy a lehető legbiztonságosabb platformot alakítsunk ki. Amikor a Facebookról beszélünk, akkor a lehető legjobb eszközökről és szakpolitikákról beszélhetünk. Azonban meg kell érteni, hogy a legnagyobb kihívás számunkra az, hogy olyan közösséget kell támogatnunk, amely 1,5 milliárd ember jelent, és minden hónapban 350 millió videót töltenek föl. Milliárdnyi üzenetet osztanak meg naponta ezen a platformon. Néhány héttel ezelőtt egy új küszöbhöz érkeztünk, egy nap alatt 1 milliárd ember nézte meg a Facebookot és a fiókjait, Facebook fiókjait. El lehet képzelni tehát, hogy ez egy hatalmas gépezet, és biztosítanunk kell azt, hogy a Facebookban minden biztonságos legyen. Ez áll a tevékenységünk középpontjába, sőt, kifejezetten az, hogy a gyermek számára biztonságos legyen a platformon. Akkor tehát az irányelveinkről beszélve mindez online elérhető a facebook.com/communitystandards-linken, és egy részt ezt tartalmazza megengedett dolgok listáját és a nem megengedett dolgok listáját is. Persze ma nem tudunk részletekbe menni, de összefoglalásképpen itt felsoroltam azokat a dolgokat, amit nem engedünk meg a platformunkon. Ilyenek a hamis fiókok, szexuális tartalom,
Those policies are not fixed in stone. We constantly work to make sure that the policies make sense. We look for new trends. We try and make sure that good content is allowed and bad content is removed, and that our policies really make sense. And as I have explained, because we have hundreds of people working behind the scenes to implement those policies, we need to make sure that they work globally and that everybody in our team is able to implement them in a way that makes sense. Now, talking about our tools, that's probably the part that you know the best. If you work in this area, you're probably very familiar with these. First of all, we have a lot of privacy tools, and privacy has been a very important topic on Facebook, and an important topic we want to raise awareness around. We have lots of what we are trying to achieve is basically user-friendly resources that help provide people with the tools to manage their account, edit their privacy settings, understand how they can control who they're sharing with. So I'm not going to go into details on these today, but if you go to facebook.com/privacy, you will see a lot of online resources. You will see a really great checkup tool. And this little checkup tool is going to walk you through in three steps through your own Facebook settings and your own Facebook account. And it's going to ask you to confirm certain things, such as, hey, Gabi, did you know that you're posting and that your audience is public? Are you aware of it? Is it something that you want to keep? Is it something that you want to change? So we want to make those settings really clear and transparent for everyone. And we have, again, as I said, a huge amount of resource online available. Now, some of the tools that you may know are created to manage your online experience on Facebook. And they're able to provide solutions for things that may be a little bit annoying all the way to being extremely abusive. So ranging from things that are maybe undesirable and moving into the scale of others available. One of the tools is tag approval. Let's say I have decided as a person, I do not want anybody to tag me on anything. Well, then this tool exists that is called tag approval, where I can decide that if someone tries to tag me on their video or their photo, I will get a notification and I will be able to accept or decline. Things like unfollowing people. This is a very practical tool that aims to resolve tricky online interactions. And everything that happens on Facebook is really about people interactions and social interactions. So let's say I have a cousin, and I do have a cousin who I love very much, but I really do not agree with what she's posting, and some of her posts in my timeline may be annoying to me. I don't want to unfriend her because she's my cousin and we see each other regularly, and I don't want to create family tensions, but I simply don't want to see her content on my timeline. If I unfollow her, it just means we're still friends, but I'm not going to see any of her content showing up on my newsfeed. And all of those tools are available here. If you go to someone's profile, you will see all of the different options that I'm mentioning. Now, the next step, I guess, in the action that you can take would be to unfriend someone. It's a little bit more final. We've decided that, hey, we're no longer friends, or we were friends years ago when we were in college, and I don't really think that we should be friends anymore. I'm going to unfriend this person. I can still befriend them later, but at least the tool allows me to remove this person from my friends. Blocking, again, taking another step in the range of tools that we have. Blocking simply means I'm no longer going to see anything related to this person, and they are no longer going to see anything related to me. The best example I can give you is if a couple divorces, maybe the ex-partners decide to block each other. So one ex-wife may decide to block her ex-husband. This is a very common scenario, but we see this across many, many other cases. And it just provides the safety that, hey, you know, this person is no longer going to see anything about me. I don't want to have anything to do with them. Now, the final step would be reporting someone to Facebook. And we have millions of people reporting millions of pieces of content every week to our team. And every single one of these reports is going to be reviewed by a real person who's going to look at it and make a decision. Is this piece of content violating our policies, or is it not? And again, I have mentioned our community guidelines. They're going to make a judgment based on those community guidelines. The really important thing to remember for us is whenever you report something, we're trying to understand who is
valakiről, akkor felhasználók én tudni kell nekünk azt, hogy a Facebooknál megnézzük azt, hogy miről van szó. Ha például Magyarországon valaki azt jelenti be, hogy van egy olyan felnőtt beszélenséget tartalmazó kép, ami nem tetszik neki, akkor nem kell, hogy magyar túlbeszélő legyen, hiszen lehet, hogy én ezt franciaként fogom megnézni. Ezt is azt mondom, hogy igen, ezt a messzelenséget tartalmaz. Tehát egy különböző témákkal tartalkozunk. Hogyha a fiókot 3 órakor hajnalban hekkelik, akkor szakértők dolgoznak a csapatunkban, akik felismerik ezt a hekkelést és a sémát, és akkor segítünk abban, hogy ne kelljen soká várni, mire megtisztítjuk a fiókot. Na most akkor a minden írásos tartalom, ami gyűlöletbeszéd, vagy bármi tartalmaz egy szlenget, ami a piacon problémátokhoz, és magyarul van mondjuk, akkor magyarokat kell bevonnunk ebbe, és ilyenkor ezek a bejelentések valóban valós emberekhez kerülnek a csapatunkban, akik megvizsgálják azt, hogy ez a piacon mit is jelent. Na most nagyon fontos, hogy az valós... Mielőtt elmennénk, hogy hogyan lehet a dolgokat megoldani, szeretnék arról is beszélni, hogy ezek a bejelentések mit szoktak tartalmazni, különösen itt Magyarországon. Azt gondolom, hogy a bejelentés az olyan, mint egy nem hivatalos, nem szeretem gomb. Tehát itt néhány éve dolgozom már ezzel a témával, és múlt héten 10 nappal ezelőtt egy csomó sajtómegjelenés volt arról, hogy egyébként egy ilyen bejelentés az a nem szeretem, nem kedvelem gomb. Tehát nem így van valójában, de nagyon sokszor a csapatunknak értekeznek ezek a bejelentések. Ennek a tartalma általában nagyon egyszerű. Családi beszélgetések, sportokra és így tovább. Az egyes csapatoknak a rajongói egymás bejelenti, és a meccsel kapcsolatban valamit bejelentenek. Apparently is someone who polarizes opinion. Tehát, hogy valaki megosztja a véleményeket, és ez az emberek nem szeretik. Tehát favorite singer or favorite band or favorite film, and this is what people report every day. If you could take a look at the reports that are coming to us, I think you would be very surprised and probably have a little smile because you're seeing things that are very mundane. Nagyon mosolyogtatónak tartanák mindenki, now, mert általában ezek a bejelentések nagyon kis egyszerű dolgokat tartalmaznak. It acts as an unofficial dislike button for people. And the second thing is that reporting is 100% confidential. I often hear people saying, oh, I'm afraid of reporting this photo because I believe that the person is going to know it wasn't me. And it's simply not képbe, true, it's not the case. So if you report something to us, the person won't know it was you. They obviously will know that a photo was reported or a video was reported, but they have no idea that this is you. There's only one exception where they may guess. And this exception is there is a private conversation, let's say, between me and my colleague Gabi. So a private one-on-one conversation, and I do report Gabi for being abusive to me. If Facebook takes action on this, and if tehát zavaró volt és sértő, akkor a Facebook lehet, hogy egy kis figyelmeztetést kap a Facebooktól. Na most ilyenkor a Gabi előfordulhat, hogy az gyanítja, hogy én jelentettem be őt. Tehát a Facebook soha nem fogja azt mondani, hogy Gabi a Julie bejelentettéket. Aztán nagyon fontos, hogy minden tartalom, ami a Facebookra bekerült tartalomként, azt be lehet jelenteni. Minden tartalomot be lehet jelenteni nekünk, legyen az hirdetés, vagy bármi más, és nagyon fontos, hogy az emberek azt a tartalmat jelentsék be, ami tényleg sértő. Most, hogyha visszatérünk a napi mennyiségre, amit látunk a Facebookon tartalomként, akkor van a Beyoncé, annelynek van több millió rajongója, és már sok ideje posztolnak rá az emberek. Na most, hogyha ezeket megnézzük, akkor milyen
mikor sértő, aki ő maga ez az illető posztolt, vagy pedig egy nap, amik ma we simply don't know, and there is too much content for us to try and understand what the abuse is. So it is really important when you see a piece of content that may be abusive, that you go to the actual detail of the content and report this little bit. So if it's a comment on a photo, report the comment. It makes the team's work much easier. We spend less time investigating, and we can get to resolution much faster. What's really important as well is that you yourself or you empower people around you to report the content themselves when it's about them. And again, the best example I can give is related to bullying. Let's say I type a little status update saying, well, Gabi and I are traveling and she's been annoying me. If this piece of content is then reported by another friend, our teams are going to look at this report and, you know, me saying that Gabi is annoying is not necessarily abusive. And our team really have a strong signal as to what's going on. However, if Gabi herself is reporting content that is about her, our teams can make a different evaluation. They can understand, okay, Gabi is really upset about this. She's really annoyed. Therefore, the signal that we're getting is different and it's stronger than if it was a third person reporting it. Those details make a big difference. And then one big myth about Facebook and reporting. Oftentimes people think that you need to have big campaigns, organized, hey, everybody, let's all report this page, let's all report this person, and Facebook will be forced to take action. It's simply not the case. If you report something once, your report is going to be reviewed and will have the same importance as something that can be reported 500 times. And actually, the report is going to be reviewed many, many times over. Sometimes people will report something and say, oh, I reported this page on Monday, and you told me it was not against your terms of use. And then on Friday, you looked at it again, and this time you took action. What happened? So the reality is that content on Facebook is dynamic. People are constantly adding new things, they may delete comments, they may change their posts, and because content is dynamic and constantly evolved, you know, we are going to look at content every time in a fresh way. So you may report something to us on Monday, and on Monday it was not violating, it was still perfectly okay. But come Friday, maybe the type of content posted and maybe edits to the post have changed the piece of content in such a way that is no longer acceptable. So then we're going to revise our opinion and we're going to remove the actual piece of content. So when you receive this little notification, it's not because we've gone crazy, it's not because our algorithms are, you know, out of sync. It's really because the people looking at your report and report from people have decided, hey, today things, you know, things are different. It's now no longer acceptable. So when you report something to us, as I explained, we get millions of reports every week, and our priority is to figure out which team these reports should go to. And how we organize our work is really depending on how severe the issue is. So if you report something for nudity, it's going to go to a team specializing in nude content, and they are really expert at this. If you report something for bullying or credible threats or someone threatening to kill themselves, those are the type of posts or content that we really want to get to very quickly. And this is kind of a little known secret about Facebook, is every day we get very credible reports of somebody, you know, maybe trying to hurt themselves. And our goal is to zoom in on those reports and make sure that we can provide the best support in the quickest way. You know, if we evaluate that the person is at risk of harming themselves, this is the only time, the only case where Facebook is allowed to proactively disclose any data about somebody. It's risk of imminent harm. And it's the only time where our teams will decide, this is so urgent, this person has, for example, swallowed a box of pills. The situation is so urgent that we need to do something extra. And in a usual case, let's say someone is a little bit depressed, we may send them resources to help them. So we may send them a local phone number of a helpline, we may send them a website address, but there are times obviously where we think we need to go above and beyond. And in those cases, our team will decide to contact the local police station and we will disclose some information to help them find the person and hopefully save their life. And I've been working at Facebook for a long time now, and I don't think there's rarely a week that goes by where our teams don't do this on a global scale.
akkor a csapatunk világszerte ne kéne, hogy ilyesmit tegyen, azonban nem biztos, hogy erről hallottok a sajtóban. Megpróbálunk olyan világos lenni, amint csak lehet, akkor, amikor bejelentéseket kapunk a felhasználótól, akkor megmondjuk a felhasználónak, hogy megkaptuk a bejelentést, és megnéztük, és ezt is tesszük ezzel kapcsolatban. Van ez a támogatási inbox a Facebookon, és az, ahol elküldjük a felhasználóknak a mi visszajelzésünket, megmondjuk, hogy ezt is ezt a akciót tettük. Néhány évvel ezelőtt azt kritizáltak bennünket, hogy nem volt elég átláthatóak, és ezzel egyet is értettünk, úgyhogy itt nem fogjuk, úgyhogy ezzel megküzdöttünk ezzel a kihívással. You know, the basics of online safety and talk a little bit about teens. I think the online landscape has really changed in the last few years. Online térkép egy kicsit megváltozott az elmúlt években. Teens have left Facebook. And we haven't seen this. We see very much that teens are on Facebook. Facebookot mondták egyesek, mi viszont az ellenkezőjét tapasztaljuk, rajta vannak az Instagramon is, a WhatsAppon is persze, de azt is tudnunk kell, hogy a gyerekek nagyon sokat vannak online, korai korban már rámennek az internetre, és sok minden különböző módot használnak erre, összekapcsolódnak barátaikkal a Skype-on, beszélnek, online safety at the heart of everything we do, and biztonság mindenek előtt, különösen a tinédzserek esetében nem engedünk gyerekeket 13 éves kor alatt beregisztrálni. Persze vannak, akik megpróbálják ezt kis trükkökkel elkerülni, de ezt gyakran megkapjuk jelentés formájában. Vannak olyanok is, akik osztályként jelentkeznek be, akkor az egész osztályt töröljük. Vannak bizonyos megkötések a keresési lehetőségben, azok, akik 18 év alapúak, azoknál egy kis biztonsági kis gömb is megjelenik. Nem szabad a korral kapcsolatban hazudni, nem szabad azt írni, hogy valaki 99 éves, mert azt hiszem, hogy ez vicces, aztán kiderül, hogy 14 vagy 13 éves. Hogyha ez a személy egy gyerek vagy egy tinédzser, ezt látjuk, és látjuk az ezzel kapcsolatos jelentéseket is, hogyha vannak ilyenek. A tinédzserek esetében a privacy beállításoknál nagyon sok lehetőség van, ki küldhet üzenetet, ki nem posztolhat rá. And in February this year, we implemented a new system which impacts teenagers, but also the rest of people interacting on Facebook. And you may have heard about this. So there is a certain type of content that may be graphic in nature. For example, some images or videos of animal cruelty. Vagy videók, amelyek állatkínzásokat tartalmaznak, ezek eddig nem tartoztak a letiltandó tartalmak közé, hiszen úgy gondoltuk, hogy ezzel kapcsolatban a tudatosság szintjének emelése fontos lehet, ahol az emberek verekednek, vagy bántják egymást. Ezek ott lehetnek a Facebookon, még akkor is, ha bizonyos szintig sokkolóak. Viszont ezekhez a videókhoz, vagy fotókhoz figyelmeztető képernyőt kapcsoltunk. Légy óvatos, ha látni akarod, ha akkor nézd meg, de ha nem, akkor menj tovább. Vannak, akik azt szeretnék, hogyha ezt teljesen eltávolítanánk a képernyőről, de mi úgy gondoljuk, hogy rábízzuk a tinédzserekre, hogy akarják-e látni, vagy sem. Rengeteg kérdést kapok
Budapesten és Szlovéniában is, ami talán itt is érdekes lehet, vagyis, hogy gondolkozunk a biztonságról, illetve az online kapcsolatokat, hogyan látjuk, hogy tudjuk ezt az eszközt a lehető legkönnyebben kezelhetővé tenni, és azt szeretnénk, hogyha polgári kapcsolatok jól működnének online formában. Gabi már beszélt erről a tavalyi évben, ha jól tudom, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek beszéljenek egymással, legyenek interakcióban. Erre egy jó eszköz kínál. Ez az eszköz rendelkezésre áll Magyarországon is. Ez az úgynevezett legacy, ami nem más, mint valaki például meghal, és ott van a Facebook profilja, és a családtagok nem tudják, mi történjen ezzel az oldallal. Például volt egy 19 éves kisfiú, vagy fiú meghalt egy motor balesetben, és a szülők azt szerették volna, hogy töröljék teljesen az oldalát, ez lehetséges. De a mama másképp gondolta, úgy gondolta, hogy a fiával kapcsolatos emlékek, fényképek, kommentek nagyon fontos sakas számára. Azt szerette volna, hogy a személyes információk maradjanak online. Ezek nagyon fájdalmas kérdések, nagyon fontos döntéseket kell meghozni a tekintetben. Vannak szakpolitikáink és feldolgozási lehetőségeink, de nem mi magunk akarjuk a döntéseket meghozni. Ez a legacy elnevezési eszköz lehetővé teszi, hogy bizonyos tartalmak megmaradhassanak, viszont ez felelősséggel is jár abban az esetben, hogyha ha valaki végigolvassa ezeket az üzeneteket, illetve a használatra vonatkozó szabályokat, akkor minden tulajdonságát ennek a lehetőségnek megismerheti. Lehetséges, ha valaki meghal, akkor nyilván barátságot kérni valakit, de már nem lehet, és van még egy pár ilyen lehetőség, ami ki van zárva. Ez azt hiszem, hogy ezt előtt végrendeletet is meg lehet fogalmazni, tehát hogyha meghalnék, akkor ez vagy az történjen a profilommal. Mi arra törekszünk, hogy az használóink számára a rendszert könnyűvé, egyszerűvé tegyük. A tudományos élet kutatóival sok tekintetben működünk együtt, emberkereskedelem, gyerekek kihasználása és egyéb más területeken folytatott kutatásokban is segítjük őket, és a lényeg az, hogy tudjuk a gyerekek életét védeni, hogyan lehet őket támogatnunk, az a szakpolitika, az az eszköztár, ami rendelkezik, nem volna annyira megbízható és szilárd, ha nem kapnánk azokat a visszajelzéseket, amik segítik a munkánkat, nem csak az USA-ból, hanem Európából, Európa minden részéről. Így tudjuk világosan látni, hogy mi megy itt végbe, és hogyan lehet a használata kapcsolatos előnyöket jobban kihasználni. Köszönöm szépen, remélem az időt is be tudtam tartani.